És jön a pillanat, amit olyan sok ember vár most itt a gyergyói csarnokban, illetve a készülékek előtt. Elkezdődik a második derbi, második székely derbi. 20 másodperc még a gyergyói ember hátrányból. Újabb korongszerzés a Csíkszeredánál. Ismét Skacskov. És gól! Vezet a vendégcsapat, Bece a gólszerző. Skacskov vette észre jól ott a kaputorkában Becét. 50 másodperc. Fel tud állni első alkalommal emberelőnyben ezen a mérkőzésen a gyergyó. 45 másodpercig tart még a for. Szilvesztre megint. Szilvesztre át a másik oldalra. Gól! A gyergyó is kihasználja az első emberelőnyét. Brenz Orbán pedig 10. gólját szerzi a szezonban. Ezúttal a paszt választotta Szilvesztre. És Orbán nem hibázott. Szigeti. Ügyesen jött Ricsi segíteni a társakat. Aztán újabb gyergyói korongszerzés. Szigeti. Szigeti lő, gól! Szigeti Ákos hogy bevágja? 2-1-re vezet a gyergyó. Az ott van. Talán még Adorján sem gondolta, hogy ezt onnan így megküldi Szigeti. Brenz Orbán megint. Nem jó ez a lágyan belőtt korong. Orbán megtartotta a gyergyó lövőhelyzet. Gól! 3-1! Továbbra is 100%-os a gyergyó emberelőnyben. Vince Péter a gólszerző. Értelemszerűen pedig kiegészül a Csíkszereda. Jalonen, bele tudnék piszkálni, ezzel el lehet robogni ott a szélén. Helyzet a gyergyó előtt, gól! 4-1! A gyergyó szerzi a harmadik harmad első gólját, és Christopher Bodó elmegy a szélén. Majd ha jól láttam, akkor fonákkal küldi a korongot a Dorján kapujába. Nem volt jó a csapattársnak, megint Háránen. Császár ott hagyja, majd kapja is vissza. Császár középre, Háránenig jut a korong, Háránen, szép játék, gól! 5-1! Császár Hunor is betalál. Egy finom hozzáérés. Jalonen elvállalt egy lövést. Jimmy Jalonen, Háránen, ismét Jalonen, megint elvállalja. Megjött a lövőkedve, és ott van a hatodik. Matthias Háránen a gólszerző. És ez most már így örömhoki a gyergyótól. Meg akarja lőni a gólját Sebastian Szilvesztra. Ismét ő. Újabb lövés. És be van. 7-1. Újból kihasználja az emberelőnyét a gyergyó. A reboundot sikerül ott bepopozni. És talán ismét Christopher Bodó. Gólgazdag rangadó. Jó meccs. Nézzék továbbra is az Erste Liga TV közvetítéseit. Köszönöm szépen kollégáimnak, Keresztes Zoltánnak és Rokai Attilának a közreműködést. Önöknek, hogy itt voltak.